mindig jól jön. Esküvőtől várok meg. Fék is azt mondja, de jó, hogy itt van. Csak nem tetszik így szomorkodni nekem, uram. Hát az élet megy tovább, akár csak a halottas kocsi. Apropó, mindjárt itt lesznek a halottas kocsik. Maga már 3 napja a özvegyember. Még nem gondolt az újranősülésre? Miért? Hát minden energiámat lekötött a temetés. Találnia kell valakit a felesége helyére. Mrs. McLeavy jó asszony volt, de nem pótolhatatlan. Egy második feleség. Félek, ez meghaladná az állóképességem. Ugyan. Az én utolsó férjem 70 évesen is könnyedén vette az akadályokat. Az esküvőnk után 3 nappal már rendkívüli teljesítményre volt képes. Ha elfogad egy tanácsot, fiatal, tetterős lányt vegyen feleségül, aki kellőképp ruganyos és szilárd a hit. Ez nagyon fontos. Hajlékonyság és szilárdság. Ne haragudjon, Mr. McLeavy, de a felesége egyik említett tulajdonsággal sem rendelkezett. Mégis hol a francba szedte össze? Egy pencés rendi apátnál tartott kötetlen összejövetele. Mekkora buli lehetett? Tudja mit? Majd én találok magának egy jóra való teremtést. Már látom is. Középmagas, karcsú, vörös, szorgos templomba járó, a Szűz Mária Társaság ex-tagja. Mint maga? Pontosan. Ragadja meg a lehetőséget, Mr. McLeavy, nősüljön azonnal. Az egyházközség magán kívül van. Az egyházközség vezetői szeretik a kihívásokat. Ágnes Mária, főnök asszony, például extrém sportokat űz. A házasság, meg az extrém sportok azért nem egészen ugyanaz. Hát azért nem sokban különbözik a kettő. Én mondom önnek, uram, az illő gyászidő letelte után újra kell nősülnie. És mennyi volna az illő gyászidő? Hát 2 hét bőven elég. Egy nagyon vásott szerzőnek a főpróbáját láttuk ma, Joe Orton. 60-as évek botrányszerzője volt, mert mindent lerombolt a színházba, amit addig tiszteltek, tehát az összes tabukat, a krimi tabuját, a szexualitás tabuját, a hulla tabuját, tehát mindezt, ami színpadon nem szabad, ő megcsinálta, sőt, egyben még önmagát is parodizálta. Tehát a Szajré című darabról van szó, amit nagyon ritkán játszanak, nem véletlenül, mert nagyon nehéz játszani. Pontos legyen, önironikus legyen, pergő legyen. Egy krimiről van szó, amiben hulla van, bankrablás van, gyilkosság van, a legkülönfélebb bűnözők jönnek össze egy házba, de hát ez természetesen csak folyamatosan derül ki, mert nagyszerűen szerkesztett darabról van szó, majdnem Molnár Ferenci szerkesztéssel. Amellett remek szerepek, amiket itt nálunk, ugye Dobó Kata, Hajdú Steve, Dunai Tamás és 2 nagyon tehetséges fiatal játszik, Vince Marci és Sütő András, és még van Németh Gábor, mint rendőr, hülye angol rendőr. Tehát ez a darab tulajdonképpen mindent kifigaráz, amit az angol színpadokon szoktak játszani, és még magát Agatha Christie-t is, a krimi királynőjét is megfricskázza. Böhm György rendezte az előadást. Ilyen típusú darabunk még nem volt, bár olyan 10-15 éve játszottuk az Arzér és Levendula című amerikai bűnügyi krimit, kicsit arra emlékeztet, de annál még vadabb, még egy kicsit, hogy mondjam, horrorisztikusabb az egész. Mondhatjuk azt, hogy fekete humor, az angol fekete humor. Én nagyon szerettem, de most a főpróba tanulsága szerint a nézők is nagyon élvezték, hiszen nem csak a krimit követték, hanem végig nevették az ötleteket. Milyen furcsa így bebarzsamozva. Az volt a kívánság, hogy halála után a tudomány segítségével konzerválják. Ott csillog. Ja, igen, állítólag ez a kence a nap ellen is jó. Persze, nehogy leégjen a koporsóban, mi? Na, Hel, üljön, légy szíves. Beszélnem kell veled.
Apádra pillanatnyilag nem számíthatunk. Egyházközségünk lelki atya kért meg, hogy beszéljek veled. Nagyon nyugtalan. Azt mondja, hogy te az időd nagy részét részben játékautomaták feltörésére, részben felsőbb osztálybeli lánykák megerőszakolásával töltöd. Igaz ez? Igaz. És mit kívánsz tenni a dolgok ilyen szörnyű állása mellett? Elhúzok külföldre. Az egyházközség örülni fog. Én magasról teszek az atyákra. Hát, kérlek. És kivel mész külföldre? Hát a haverommal. Denisszel. Jelenleg egy temetkezési vállalkozónál dolgozik. Nagy kanasrác, a negyed is röptében. Mióta ismeritek egymást? Egy bölcsőben ringattak. Takarékosságból vagy perverzióból? Fiatalok voltunk még a perverzióhoz, a takarékosság meg sosem volt az erős oldalunk. Beigazolódtak a rémámaim, Hal. Neked nincs állásod. Nincs jövőd. És most pedig szökni készülsz külföldre egy alkalmi ismerősöddel. Hol végzed majd, jó gyerek? Bocsásson meg, hogy ennyire le vagyok törve, de hát most gyászolok hitvest először. A szeretett izé távozása mindig fájdalmas élmény. Hát, íme a 10 parancsolat. Néhányat nagy becsben tartozunk. Viszlát, öreg lány! Sokat szenvedtél. Hiányozni fogsz. Eltávozott szegény. Megnyugodott már. Csak egy dolog nyugtat, hogy szeretett hozzátartozóm rózsák alatt fog pihenni, na drága. Jó napot! Jó napot! Ki maga? A fővárosi vízművek alkalmazottja vagyok. Tényfeltáró körutat teszek a környéken, szeretném közelebbről megvizsgálni a főcsapot és a hozzá tartozó vízórát. Tehát loptak egy fáraót is. Kinek a múmiája ez? Az enyém. És azelőtt kié volt? Egyetlen gyermek vagyok. Ne szórakozz velem, mert pofán verlek. Nem mumia! Próba, baba. Oh. Varrás közben ezen fércelem össze a ruhát. Neme? Fele tudja. Miután női ruhákat varrok, nőként kezelem. Magának vág az agya, kisasszony? Minden részletre kiterjedően. Meg ne a nő. Magának látomásai van? És mondja, mit mondott Mrs. McLeavy a halálával kapcsolatban? Férjét vádolt a gyilkossággal. Engem? Igen. Ó, hogy még halálában is képes engem baszogatni. A gyerekosztályon dolgoztam. Hány ártatlan szárod a lelkén, mondja meg, hisz! Egy sem. Még mindig tagadja. Mi úgyis mindent tudunk. De nem érti, hogy
Mrs. McLeavy a férjét vádolt a gyilkossággal. Ó, nem hinném, hogy a bíróság elfogadná egy kísértett tanúvallomását. Ártatlan vagyok, amíg be nem bizonyítják az ellenkezőjét. Ez egy szabad ország! A törvény pártatlan! Honnan veszi ezt a marhaságot? Nem tudnak rám bizonyítani semmit. Na gyerünk, gyerünk, valljon be mindent. Hogyha megkönnyíti a dolgomat, nagyban, hogyha egy sikeres tanúvallomást tesz. Hogyha meg kell másítanom a tanúvallomását, az kompromitálná és rossz helyzetbe hozná az esküccéket. És köszönöm, hogy semmilyen vallomást nem tettem. De figyeljen, kisasszony! Ha hamis tanúzást a börtönnel is törvénnyel büntetik! Ez az igazságszolgáltatás. Igen, tudja, van egy mondás a mi köreinkben, mi szerint aki rendőr akar lenni, pokorra kell annak menni. Don't kill the world, our means of life, lend ear to nature's cry. Apádat az édesanyád mellé temettük. Ahogy élni. Beköltözhetsz hozzánk, bébi, rengeteg a hely. Még ma éjjel hozd át a cuccaidat. Ha összeházasodunk Dennis-szel, úgyis kiköltözünk innen. Miért? Mert az emberek pletykás. És nekünk ügyelni kell a látványra.